Az első Miskolci Lions Club tagjai és a MEAF sportolói közösen jótékonykodtak. Az önkéntesek a Fuchs Zrt-nél kábeldobokat szereltek, a munka díját pedig a Miskolci Baráthegyi Vakvezető Kutyaiskolának ajánlották fel. Ha minden csavar a helyére kerül, kigördülhet a műhelyből az elkészült kábeldob. Ez alkalommal vendégmunkások, vagyis az első Miskolci Lions Club tagjai és a MEAF sportolói húztak kesztyűt és szereltek a Fuchs Zrt. Műhelyében. Kosárlabda szakosztályvezetőnk Fazekas Csaba, ő az első Miskolci Lions Club tagja. Így jött az ötlet, hogy egy jótékonysági munkát vállaljunk. Ugye itt az NB1-es felnőtt kosárlabda csapat tagjai vannak itt és edzői, így kb. Úgy 15-16 fővel vagyunk, és hát egy óra alatt már 20 sikerült összerakni 20 eszközt, úgyhogy dobott, úgyhogy elég jól haladunk. Az önkéntesek egy óra alatt annyi kábeldobot szereltek össze, mint amennyit általában naponta egy műszak alatt végeznek el a műhely dolgozói. A munkadíjat viszont nem kapták készhez a sportolók és a Lions Club tagjai, azt ugyanis jótékony célra ajánlották fel. Ezt mi minden évben megrendezzük, ugyanis a klubtársunk Barkóczi István, ugye a Fuchs Zrt-nek a tulajdonosa, és minden éven csinálunk egy ilyen jótékonysági akciót, amikor dobszerelés címen itt összegyűlik a klub, egy klubülés keretén belül, és ezeket a kábeldobokat, amiket itt láthattok mögöttünk, ezeket rakjuk össze. Ezért a klub valamilyen pénzbeli hozzájárulást kap a Fuchs Zrt-től, amit ugye jótékonysági célra ajánlunk fel. A munkadíjat idén a Baráthegyi Vakvezető Kutyaiskolának ajánlották fel, a mentő és vakvezető kutyák képzésének támogatására. A szabad és szigetelt vezetékek gyártására szakosodott Fuchs Zrt. Szívesen fogadta a jótékonykodó alkalmi kábeldobszerelőket. Kettős célt érünk itt el, nagyon szeretjük mi is a jótékonykodás, a jótékonysági programokban való részvételt. Mindig nagy öröm számunkra, amikor tehetünk valamit, a közért tehetünk valami jót. A másik viszont ne felejtsük el, hogy itt eredménye is van ennek a jótékonysági programnak. Kábeldobok készülnek számunkra, amik aztán a mi termelésünket nagyon megkönnyítik a jövő héten, hogy itt a fiatalok és az első Miskolci Lions Club tagjai segítenek nekünk összeszerelni a kábeldobokat. A szombati cél egy korábbi jótékonykodó önkéntes csapatrekordjának megdöntése volt, amihez több mint 46 kábeldobot kellett összeszerelniük az első Miskolci Lions Club tagjainak és a MEAF sportolóinak.